Intenzív terápiából kardiológia. Kónyi Attila, a Pécsi Klinika egyetemi adjunktusa, a katéterezésbe szeretett bele, így váltott szakmát. Immár 20 éve dolgozik invazív kardiológusként a szívgyógyászati klinikán, ahol szívkatéterezéseket, pacemaker beültetéseket végez. A szakma, a kardiológia nagyon-nagyon sokat változott az elmúlt 20 évben, illetve a szívsebészet és a kardiológia ötvöződni kezdett azáltal, hogy a kardiológia, az invazív kardiológia nagyon sok mindent átvett a szívsebészettől, illetve sokkal szorosabbá vált a két szakma. Ez azt jelenti, hogy most már ugye nem csak a koszorúér beavatkozásokat tudjuk katéteres módszerrel megoldani, hanem akár már billentyű beültetéseket is katéteres módszerrel végzünk. Tehát igazából a mi repertoárunk úgymond nagyon kiszélesedett és invazív irányba ment el, tehát egyre több mindent meg tudunk csinálni. Nekem ezért is szívem csücske ez a szakma, mert ugye még régen gondoltam, hogy esetleg sebészként, tehát mindenképp valami invazívabb dolog felé szeretnék orientálódni, és most ez a szakma tulajdonképpen már ötvözi a magát a szinte a sebészi beavatkozást és a kardiológiának a hagyományos területét is. Tehát egy gyönyörű szakma, én úgy gondolom, más nem is hiszem, hogy tudnék csinálni. Pedig a feladat nem egyszerű. Sok a beteg, így sok a munka. A szív- és érrendszeri megbetegedés a leggyakoribb halálokozó. Hazánkban a halálozások több mint feléért ezek a betegségek felelnek. Keveset sportolunk, egészségtelenül étkezünk, és meg annyi káros szenvedéllyel tesszük ugyanis próbára egészségünket. Pedig a megelőzés a legjobb eszköz. A futás, és nem csak a futás, hanem az összes sport, az nagyon-nagyon egészséges, nagyon jót tesz a szervezetnek, és igazából azt látjuk, és ez tényleg így van, hogy aki rendszeresen sportol, aki odafigyel az egészségére, az annak a betegségek előfordulása jóval kevesebb, kimenetele sokkal pozitívabb, tehát mindenképp a sportot azt minden áron és nagyon nagy erőkkel kéne a lakosság felé sugalni, hogy ténylegesen sportoljanak. A szakorvos maga is mindenféle sportot kipróbált régebben, aztán egy hosszabb szünet után 5-6 éve kezdett el újra rendszeresen mozogni. Mivel nagyon sok a stressz a munkánk során, ezért valami olyan sportot kellett választani, ami azért ezt jól levezeti és kiadja úgymond a feszültséget az emberből, és ezért hát én mindig is nagyon szerettem futni, tehát adott volt, hogy a futás az, amit választok, és hát az az a sport, amit igazából bármikor lehet csinálni, tehát az ember munka után, akár este, család ellátása után hazamegy, akkor is el lehet még, ha van rá ereje és ideje, akkor el lehet még menni futni, és hát én nagyon-nagyon szeretek futni, és ez az, ami tulajdonképpen mindig túl lendít a mindennapok nehézségein. A család és a kórházi ügyeletek mellett ez egy héten kétszer-háromszor fér bele az idejébe. Hétköznap rövidebb, 10-12 kilométeres távokat, hétvégente pedig 25-30 kilométereket is fut. A versenyeket azonban, mert hogy azokon is részt vesz, szigorúbb felkészülési időszak előzi meg. Én általában úgy szoktam, hogy magamnak előre megírok egy edzéstervet, tehát akkor mindenképp növelni kell a távolságot, meg ugye akkor azért nincsenek azok, ami nem verseny előtt, hogy az ember néha ugye a lustaság miatt kihagy egy-egy edzést, de hát ez a verseny előtt természetesen ilyen nincsen, tehát akkor be kell ezt tartani. Növelni szoktam az edzéstávot, meg hát odafigyelek, hogy tempós edzések is legyenek, tehát időnként gyorsaságra megyek rá, tehát inkább gyorsabb tempókkal futok és kevesebbet, tehát megvan ennek a szépen felépített tervezete, és nagyon lényeges, hogy közvetlenül verseny előtt pedig mindig hagyok egy hosszabb, mondjuk egy egyhetes pihenőt, amikor azért hát az ember, ahogy korosodik, a regenerációra nagyon oda kell figyelni, tehát legalább ugyanolyan fontos a regenerálódás, mint maga a jó felkészülés. Legutóbbi megmérettetése több éves előkészületet igényelt. Idén a New York City Marathon futóversenyen kapott ugyanis indulási jogot. Az a hangulat és az, hogy az ember körbenézett és a világ minden tájáról, tehát Argentinától, Bolíviától, Csehországig, Angliáig, tehát mindenhol körülöttem a világ különböző országából induló futók, hát ez egy fantasztikus érzés volt. És amikor a startvonalhoz de fölálltunk, és ugye az amerikai himnuszt elénekelték élőbe, és ágyúszóra indultunk, hát ez az ember beleborzongott szó szerint, tehát fantasztikus volt. És ami még egy óriási élmény volt, az, hogy amit még nem tapasztaltam soha, hogy
az egész 42 kilométer alatt az utcákba végig hömpölygő tömeg, és mindenki mindenkit éltetett, élő zene mindenhol, és tehát egy olyan hangulata volt, mintha egy ilyen fiesztán futott volna az ember, fantasztikus volt. Hát és a befutó a Central Parkba, hát az pedig hát tényleg felfoghatatlan élmény. Tehát az ember csak ott állt, hogy úristen, most tényleg itt vagyok. Nagyon-nagyon nagy élmény volt. A 70 ezer induló között futni tehát egy életre szóló élmény, bár nehezen kivitelezhető. Az idén 50 éves pécsi futónak a nagy tömegben, akit űzött 4 órán belül nem sikerült célba érnie. Végül 4 óra 14 perc lett az eredménye. Ami azonban cseppet sem szomorította el, sőt sportolóként és orvosként is bátorít mindenkit, hogy vágjon bele, hiszen soha semmilyen körülmények között nem késő elkezdeni.